Jó estét kívánok! A mai forgószínpadon a zenés játékokat, a mély gondolatokat ébresztő drámákkal kevertük. Szolnok, Kecskemét, Székesfehérvár és Zalaegerszeg színházi társulata szállította a következő fél óra látnivalóját. Induljon a forgószínpad, a helyi televíziók közös színházi magazin műsora. Szente Vajk rendezésében került a Szolnoki Szigligeti Színház színpadára a Csoportterápia című musical comedy, amely mindannyiunkat érintő mai problémákkal szembesíti a nézőket, sok nevetéssel, megdöbbentő felfedezésekkel és számtalan zenés táncos betéttel. Figyuszka, ha így dokker vagy, meg már voltál ilyen tarcsikon, akkor duncsiznál egy köpet erről? Ehe, mi? Hát ez az egész, hogy hogy megy, mi van itt, meg mit kell csinálni, ha jön az orvos? Hát vetkőzni nem kell, ne örüljél. Először mindenki mesél magáról meg, hogy mi a baja, már kint nem látszik. Aztán, amikor körbejöttünk, utána az orvos megkérdez minket, hogy mi a véleményünk. Tehát mondjuk, te elmondod, hogy meleged van. Mire mondjuk én azt mondom, hogy akkor én helyben nem a Woman's Secretbe venném a ruháimat. Mire te bőgsz egyet, és jó lesz. A Csoportterápia című darabunkat 2010-11-ben írtuk, ez nekem életem első darabja, és annál is inkább nagy boldogság, hogy nagyon sok magyar városban bemutatásra került már, de még soha nem rendeztem meg, ez az első alkalom, hogy én állítom színpadra, játszottam benne a Madách Színházi adásban, ami egyébként hál' Istennek a mai napig nagy sikerre megy. Itt nagyon ügyesen gondolkozott a Szolnoki Színháznak a vezetése erről, hogy nagyon pontosan kell kiosztani ezt a darabot, tehát nagyon pontosan kell színészt választani hozzá. És azok a társulatok járnak jól, ahol van 6 olyan színész, akik főszereplőként el tudnak vinni egy darabot a hátukon, mert ezt ugyan 6-an kell vinniük, de mégis mindannyian olyan minőségű színésznek kell lenniük, akik alkalmasak arra, hogy egy főszerepet végigvinnek, ez 6 főszerep. A darab arról szól, hogy 6 ember megérkezik egy csoport terápiára, de nem jön el az orvos, így aztán önmaguknak kell egymás életét egy picit összekalapálni. De pont azt beszélgettük a minap itt a nézőtéren ülve, hogy valójában ennek a darabnak a központi témája a magány. Hogy ez 6 nagyon magányos ember, és azért nem tudnak kilépni a saját problémáikból, mert nincs akivel, vagy akinek a segítségével ezt megtehetnék. Fontos megjegyezni, hogy ők nem betegek, hanem közülünk valóak. Ez ennek a darabnak a lényege, hogy, és azt hiszem, hogy egyrészt ezért ilyen nagyon sikeres, mert minden néző talál valamit, valami olyan szegmenst, egy személyiségnek a szegmensét, vagy egyáltalán egy személyiséget, ami nagyon passzol az övéhez. Kiki csoda, az már kiderült, ugye? Hát, alig a falig. Jó. Na, azért néhány dolgot szeretnék tisztázni. Hát egy. Hol vagyok én most? Itt, a 6-os teremben. 6-os. Jó helyen vagyok? Persze. És mi ez most itt? Csoportterápia. Ön segítő vagy önismereti? Önismeret is. Minden világos. Jó, akkor kezdhetjük. Ez a csoportterápia, azt érzem, hogy mindenikünk segített, és valóban összerázta ezt a csapatot még jobban. És az, hogy egyformák a szerepek, ez igazából, ez, hát itt mindenki főszerepet játszik, a saját maga főszerepét játsza, igen. De nem zavarjuk egymást. Lányok, elnyomnak benneteket a fiúk? Nem. Szóval erre ezt szeretném mondani, hogy nem nyomunk el. Tényleg nem, mert igen, egyenrangú 6 szerep. Nagyon, nagyon szeretjük, szerintem nagyon élvezzük. Maximum fizikailag nyomnak el adott részeknél, de egyébként abszolút nem, és erre nagy hangsúlyt fektetett így a rendező is, hogy mindig meg legyen mindenkinek a része, és amikor a többiek visszavonulnak, és nagyon pontosan és koncentráltan kell dolgozni, ugyanakkor mégis rengeteg játékosság van benne, úgyhogy nagyon élvezetes, és tényleg egy nagyon komoly csapat munkát igényel. Valóban nem, hogy nem nyomnak el minket, hanem segítenek is. És a rendezői szándék szerint is valóban ki van mindig hangsúlyozva egy-egy adott szereplőnek a problémája. És az is nagyon nagy segítség, hogy azért most már 10-11 éve ismerjük egymást, tehát egy elég összeszokott csapat, úgyhogy... Parancsolsz? De jó, hogy... Ja? Ami ugye néha nehézség is. Igen, attól szeretjük is egymást, igen. Persze nem mindenkit. Nem mindenki. De hogy tényleg nagyon jó kis csapat is, és azért nagyon sok mozdulatból, nézésből tudjuk, hogy mit gondolunk. Igen, hajrá, Fadi, például. Szóval ilyen hasonlóságok, de az is nagyon fontos, hogy a nézők nagyon fogják szeretni, mert egy nagyon jó kis könnyed vígjáték, tele zenével, nagyon sok viccel, komikus jelenettel, amit ugye mindenkinek a saját problémája okoz. Úgyhogy
Úgyhogy... És sok meglepetéssel reméljük. Igen. Ez egy jó szó a meglepetés, mert beszélünk itt vígjátékról, beszélünk musical, comedy-ről, de igazából itt a prózai részében felfedezhető olyan drámai pillanat is egy-két pillanatban, ami szerintem úgy adott pillanatban jól meg tudja csavarni azt a nézőt, aki előtte még kacagott, és majd utána is jó kedvű lesz, de egy pillanatig azért elgondolkozik. Tekintettel arra, hogy ez egy musical comedy, ezért nem biztos, hogy minden az, aminek látszik, vagy mégis. Itt szemben én velem áll egy angyal és néz. Kis bíztató jelet küldenél, de még félsz. Igen, engem néz, de hát én is bámulom őt. Felém néz. Talán nem vagyok neki lúzer. Nem fog szólni, hogy húzz-e, hisz csak új esélyt kérsz. Nem jó így, egyedül nem jó már, valami fáj. Túl nagy súly az, amit hurcoltál, de valami fáj. Ami a legfontosabb, hogy minden egyes zenei betét a darabban egy vízió. Szóval nem a realizmus, nem a realizmus része, a legtöbb esetben. A legtöbb esetben, igen, és ettől fantasztikus szerintem ez az előadás. Ebben a formában, ahogy a Vajk ezt most elképzelte, hogy megy egy prózai jelenet, amiről beszéltél is a napokban, hogy igazából ez egy prózai előadás, zenei betétekkel. Hogy megy egy prózai jelenet, és ezzel csak történik valami, olyan, amit a néző fel se tud fogni, olyan tényleg fantasztikus dolgokra képesek a színészek, majd látják a nézők, ha eljönnek. És a következő snit pedig az, hogy ugyanott vagyunk, ahonnan elindultunk. Szóval mint egy ilyen... Gyors látomás. A legfontosabb tényleg, amit a Vajk is mondott, az, hogy egy pillanatra, ha csak egy picit magunkban nézünk és elgondolkozunk, és megtaláljuk magunkban azt a pici apróságot, amiben tudunk hasonulni a szereplőkkel, akkor már megérte megcsinálni ezt. Gyerekek! Az én drága jó emlékű nagyanyám, a halálos ágyán minden évben azt mondta nekem. Édes kisfiam, ha úgy érzed, hogy ez a világ sötétebb már nem lehetne, egy dologban biztos lehetsz. Az alagút végén valóban ott van a fény. De az csak a szembe jövő vonat. Alfred Jerry Übű király című sötét komédiáját a Kecskeméti Katona József Színház Kamara Színházában mutatták be. A 120 évvel ezelőtt írt, de máig fájdalmasan aktuális abszurd művet Hegymegi Máté, a Fizikai Színház neves hazai képviselője állított a színpadra Kecskeméten. Talán elégedett vagy a sorsoddal? Zöld kandellában emres szavar, asszonyom, nagy mértékben elégedett. Mintha bizony nem volt még dragonyos kapitány. Alfred Jarry Übű királyáról műfaji meghatározásként leírták, hogy diák csínyekből lepárolt rémbohózat. A szerző egykori fizika tanáráról mintázott Übű király világlátása, viselkedése mára önálló fogalommá lett. Az übűség az ostoba, otromba, gyáva és gátlástalan hatalmi mámorban szenvedők jellemvonása. Cseke Péter igazgató más lehetőségeket is fölajánlva ennek a darabnak a megrendezésére kérte föl Hegymegi Mátét, akinek ez volt az első kecskeméti munkája. Ismertem nyilván, és fejemben is volt, vagy vannak anyagok, ami az ember fejében van, hogy úgy szeretne vele foglalkozni, de valahogy soha nem jött az, hogy én akkor magamtól meg is csinálom, és akkor így, akkor ez egy jó találkozás volt. Hát egyrészt a témája nagyon érdekel, másrészt egy olyan fura világa van, amit nagyon kevés más hasonló drámában lehet megtalálni, és közben nekem meg egy nagyon nagy feladat az, hogy azok a fajta előadások, amiket én szoktam csinálni, attól azért ez különbözik ez az anyag. Maga a színpadi mű naturalisztikus és meseszerű történet arról, hogy milyen az a világ, amelyben az ösztönök uralkodnak.
amiben tobzódik a hatalomvágy, a gőg, a kapzsiság, a kiszerűség és az evésivás. Ennek a mindent elrothasztó pöcegödör szellemiségnek a trónján ül Übü király és nagyra törő manipulátor felesége, aki Lady Macbethként irányítja férje cselekedeteit. Véleményem szerint ez az ócskaság, az értéktelenség, az ostobaság, a stupiditás és az önzés, a kapzsiság példázata ez a darab. Természetesen a 20. század történelme alaposan megsegítette ezt a, nem mondanám remek műnek ezt a darabot. Ez egy diákcsíny, egy diák kezéből mászott elő. A történelem nagyon-nagyon megsegítette, hogy oda kerüljön arra a szintre, ahol tartják a színház művelők. Én azt gondolom, hogy mi ezt próbáljuk egy kicsit láttatni, hogy mi van, hogyha ezek egy ilyen lények vagy ilyen figurák jutnak hatalomra, hogy ez milyen egy szörnyű torz dolog. Ha nem osztogatsz közöttük pecsenyét, aranyat, két órát nem adok, s Ebruton vernek ki. Pecsenyét még hagyjál, de aranyat azt nem. Taglóztasson le három vénkevét, az is jó lesz az ilyen patkányoknak. Patkányok ki mondja. Kilátod, hogy ilyen hülyállatot. Ismétlen, meg akarod gyasztagodni. Tőlem egy fityinget sem szitarhatok ki. Amikor Lengyelország minden kincsét a magadénak vallhatod. Bizony. A kárlóvában tudom, teménytelen kincs van. Azt már kiosztjuk. Gyű! Én azt hiszem, hogy még életemben nem játszottam ilyet, pedig már elég sok darabban és szerepben megmérettettem, de számomra ez nagyon új volt és nagyon jó. Relevatív élmény volt? Nagyon. Szeretted, vagy éppen szerettél? Nem, nagyon szerettem, és nagyon jó volt, hogy magamat meg kell próbáljam, hogy semmi, amire azt gondoltam, hogy már én ezt tudom, az kiderült, hogy dehogy is. Az Übü királya maga korában új drámatípus teremtett, és az avantgard egyik alapművének számít. Hegymegi Máté, aki a fizikai színház egyik ismert hazai képviselője, alaposan megdolgoztatta színészeit a másfél órába sűrített előadásban. Egy különös játékmódot igényel ez a darab. Mi kitaláltunk rá egy szabályrendszert, egy játékszabályt, aminek a keretén belül próbáltunk működni, és a jelenteket létrehozni. És nagyon-nagyon egymásra vagyunk ebben utalva. Rendkívüli módon figyelnünk kell a másikra. Rendkívüli módon egymásból kell táplálkoznunk. Természetesen ez máskor is igaz, de itt valami hatványozottan. Én nagyon-nagyon örülök, nagyon-nagyon jó munkakapcsolat volt. Nagyon jó próbákon volt, vagyunk túl, iszonyatosan igénybe vett mindannyiunkat. És ennek a játszása is nagyon igénybe vesz bennünket. Nem akarom magam sajnáltatni, de hát az, hogy másfél órán keresztül egyfolytában csak beszélni, hogy az milyen megterhelő, ahhoz kép az még semmi, hiszen itt nekünk egy olyan szerkezeten kell játszanunk, a leföl járni, a lépcsőn leföl szaladni, mindenféle tekintetben iszonyatosan igénybe vesz bennünket. Bosszunkat kéne a te lelkedet. És e kard, mondom, e kard, hogy jól van ellentett. Nem az hülekülök, hanem kard. E kard, ne pihenje addig, míg le nem sújtotta a trombitót. Valahogy mindig az anyaghoz keressük a nyelvet. Nyilván vannak olyan anyagok, amik egyáltalán nem passzolnának azzal, amit én csinálok. Nyilván azokat azzal el is kerüljük egymást, de hát igen, azért a mozgást én nagyon szeretem úgy használni, hogy itt is például a karakterek megformálásában, vagy bizonyos helyzetekben a test használata az nagyon sokat segített, vagy nagyon sokat ad az anyaghoz. Beteg urológiával való jártasságom alapján, így már így a kedvemben kijelenthetem, hogy az új század pontosan ma kezdődik. Ha nem így áll a kedvemben, azt mondanám, hogy századjelző órám ez alkalommal késik. A képi világa is annyira erős, a világítása nem tudom mi, hogy nem mindegy, hogy az órom erre fele áll, akkor nem látszik, vagy arra fele, vagy a kéztartás. Tehát a fizikai része nem annyira a koreográfiába, vagy nem tudom, mondjuk a Dóra félébe.
derül ki, hanem abba, hogy az egész testünknek mindig, mindenhol jól kell állni, jól kell lenni. A darab üzenete, hogy übük mindenhol és mindenkor voltak, vannak és lesznek. A butaság, a szűklátókörűség és a nagyravágyás társadalmi rendszerektől függetlenül létezik. Még egyszer kérlek, hallgass meg, übük magam! Úristláv! Fölé kerekedik az igazság az ő oldalán. Ha, mese beszél, igazság, nem igazság. Én tudjam. Ha! Álom és valóság, végzet és mítosz. Semmi sem az, aminek látszik. Elmenekülhet-e az ember a saját sorsa elől, vagy az a génekben ketyeg, mint egy időzített bomba? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a világhírű japán író Murakami Haruki regényéből Frank Galati által készített színpadi adaptáció, a Kafka a tengerparton. Az európai ősbemutatót Szikora János álmodta színpadra a székesfehérvári Vörös Marti Színházban. Csak 15 éves vagy. Még csak most kezdődik az életed. A világ pedig tel is tele van ismeretlen dolgokkal, amiket álmodban sem tudsz elképzelni. Magyarországi ősbemutatóra invitálta Thália szerelmeseit a Vörös Marti Színház. Szikora János rendezésében Murakami Haruki, a legendás japán író Kafka a tengerparton című regényének színpadi változatát mutatták be. Két világ van, és a két világ között van ugyan átjárás, de ezzel az átjárással nagyon kell vigyázni. Mi ez a két világ? Van egy világ, amit az érzékszerveinkkel tapasztalunk, és nagyon jól tudjuk, hogy a valóságnak van egy olyan dimenziója, ahová a szemünk, a tekintetünk, a látásunk, a tapintásunk nem ér el. 3 éves lettem, a nővérem meg 9. Tényleg ennyire jóban voltunk? Hát most emlékszem, hogy jártunk volna a családdal a tengernél. Hogy jártunk volna a családdal a bárhol is. Kizárt, hogy apánnál hagyjam ezt a képet. Anyámról nincsenek filmképek. Apám az összeset kidobta. Nem emlékszem oda nyára. Hiába erőlködök. A kinézetemen nem tudok változtatni. A két vastag szemöldökön az apámé. Közöttük a mély látszat sehogyan sem tudom kisimítani. Anyámat kiírhatom az emlékemből. De a kromoszómáikat nem tudom magamból kisöpölni. Rajtam van a jel. Belé véget. Rám van ütve. Eleve rám van. A Frank Geleci nevéhez fűződő színházi adaptáció hitelesen jeleníti meg a valóság és az álom rejtek útjait. A címszereplő Kafka Tamura szerepében Nagy Péter tévelyeg az idő labirintusában. Magány az, ami az embert bezárja, és az a fal, amit maga köré épít, és tulajdonképpen az ebből való kiútnak a megtalálása, azt lehet egy útnak nevezni, egy beavatásnak, hogy az ember ebből megtalálja a külvilág felé nyitott kijáratot úgy, hogy közben stabilan tudjon állni a két lábán. És ehhez talán a legfontosabb stációk, ahogy az embernek túl kell magát tennie haragon és félelmen. Mindig attól felállszok, hogy helyet utazom, hogy valaki lehet, van mellém, és akkor lőttek az alvásnak. Mi mondja, hogy valaki szintén egy kicsit mielőtt odaérünk, és te nagyon szintén vagy nekem. Megengeded? Jó, persze. Köszönöm. Jó utitás mellett! Valami csak közmondás. Hogy is folytatódik? Mi, hogy folytatódik? Jaj, mi jön a jó utitás mellett után? Jaj, Istenem. Sose voltam pengéről alapból. A világ is barátságos. Ez az! Jó utitás mellett a világ is barátságos. Ez mit is jelent, ugye? Tényvédévre. A szerző szimbólumokkal, metaforákkal telített, mélységesen emberi történetekkel, szenvedéllyel átszőtt karakterekkel meséli el az eredendőt, Sakura sorsa is beteljesül azzal, hogy át kell a hídon. Nagyon nehéz az érzelmekkel játszani, mert hogyha eltespedünk és mindent csak tisztán érzelmekre fűzünk fel, akkor szerintem ez a bonyolult történet szétfolyik. Tehát kell tudnunk egyszer reálisan fogalmazni, és reálisan odaállni a mondatok mögé, és nem mindig hagyni, hogy elszaladjon velünk az érzelmek ménese.
Megszokta már az itteni életet? Szokogatom. Ráír most? Igen. Akkor ne átsorogjon. Beszélgessünk egy kicsit. Hány éves is? 16? 15. Nemrég lettem 15. Idősebbnek látszik. Lelépett otthonról, mi? Igen. Volt rá valami konkrét oka? Úgy éreztem, ha otthon maradok, maradandó károsodásokat fogok elszenvedni. Az előadás mesés kalanda, villámcsapás szimbóluma, a törékeny helyzetek kibontásának meséje. Minden embernek a saját képzelet, fantázia világa, a saját belső élete, az nagyon erősen, hol gazdagabban, hol szegényebben, de működik. És hogy az legalább annyira hat az életünkre, az életünk minőségére, mint a szóbeliség, a cselekedet, ami kívül, tehát meghatározza az egész belső világunk, a külső világunkhoz való viszonyunkat, és hogy ezzel nem bánhatunk sem magunk felé, sem a világ felé felelőtlenül. Hamarosan dörögni fog az ég! Arra célod, hogy a mennydörgés majd segít megfejteni a kürtítkát? Kezdtem úgy érezni! Mennydörgés, mi? Frankó hangzik! Pusino úr! Igen! Végre belém villant, hogy ki vagyok én, Pusino úr! Gáspár Sándor több síkon mozgónak a tája történetének nem lehet más a vége, mint egy felkiáltás, küldetés befejezve. Ez egy felkiáltó jel a végén, amit aztán végül is a Nakatát utolsó fázisában végig kísérő fiatalember is megfogalmazza, ezt a bölcsességet, hogy mindennek eljön az ideje. Tehát bizonyos dolgokat az életben igenis meg kell élnünk, meg kell érnünk rá, hogy felfogjuk, hogy élvezzük, hogy fájjon, hogy oldódjon. Nem látszik rajta semmi, úgyhogy most már nyugodtan felveheted. Köszönöm. Nővérem. Ugye nem is történt veled semmi rossz? Nem. Nem történt velem semmi rossz. Az előadás üzenete, hogy az ember igenis megtanulhat értékválságtól függetlenül értékelni, átértékelni, másképpen szemlélni a világot. Mindent helyesen tettem. Mindent helyesen tettem. 44 évvel ezelőtt mutatták be először Déri Tibor kisregényének adaptációját, a Képzett Riport egy amerikai popfesztiválról című zenés darabot, amire azóta is a magyar rocktörténet születéseként gondolunk. A Pós Sándor, Preszter Gábor, Adam és Anna szerző trió tragikus műzikjájét ezúttal Bal József rendezésében láthatta a közönség a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. Az előadás középpontjában ezúttal is az egyén szabadsága áll. Valaki hozzátartozik, valaki elveg, valaki félek, valaki mérget. Az amerikai Montanában járunk 1969-ben, amikor 300 000 gyűltek össze egy háromnapos zenei találkozóra. A tömegben egymást keresi az emigráns magyar házaspár József és Eszter. A lányt belső nyugtalansága űzi a fesztiválra. Férje követi, meg akarja menteni őt a kábítószerektől, az emberi széthullástól. A körülöttük lévő fiatalok maguk is az identitásukat, álmaikat és önmagukat keresik. A dalok által örökérvényű ez a darab, hiszen a 70-es években született dalok, amelyek arról szólnak, hogy a fiatalok keresik identitásukat, keresik álmaikat, vágyaikat, az a mai nap is ugyanúgy érvényes, és maga a zene is kortalan, hiszen ezek ma is slágernek számítanak. Most az előadásban szeretném azt megmutatni, hogy vannak a fiatalok, és vannak azok, akik ezt minősíteni akarják, hol pozitívan, hol negatívan, és alapvetően a gyerekek ezt egy idő után megunják, és azt mondják, hogy én nem olyan vagyok, én nem ilyen vagyok, én vagyok, és én ilyen is akarok maradni.
Az egerszegi előadáson felcsendülnek a 70-es években született LGT dalok, de némileg újraértelmezve. A képzelt riport volt a rockzenészként népszerű Presser Gábor első színházi munkája, és az első sikeres magyar rock musical. A hazai premiért követően Európában, majd Amerikában is bemutatták. Aki ismeri Presser Gábor nyilatkozatai alapján, tudja, hogy ami régi, azt azért egy kicsit le kell borolni. Ebből ő is biztos, hogy kalandozott volna, és ez volt a mi feladatunk, és egy nagyon szép feladat volt, hogy ebből az ismert sláger opuszokból mégis egy érvényes mai embernek szóló úgy akusztikai, mint zenei megoldásokban tudjunk élményt adni. Nem kaptunk partitúrát, tehát ezt mind magunknak kell megfogalmazni. Tehát a zenei mondani valóját, a zenei megvalósítását, azt szerencsére mi csináljuk meg. De ennek úgy gondolom, hogy a Presser Gábor is örülne, hiszen ő az improvizáció, a magyar dal atya és apostola, és biztos vagyok benne, hogy szabad kezet ad nekem azért, hogy ez még maibb legyen, és még aktuálisabb legyen, és még korszerűbb legyen, úgy gondolom, és ez egy nagyon, nagyon szép feladat. A rendező szerint, bár a darab tragikus véget ér, maga az üzenet életigenlő. Mindig van egy energiától duzzadó korosztály, amely a maga módján próbálja begyógyítani a földsebeit. Ez volt a Forgószínpad, a Színházak és Városi Tévék közös műsora. Két hét múlva új bemutatókkal jövünk. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Sugarbird öltöztette.